A szakrendelővel 1999. decembere óta szerződéses jogviszonyban álló ProLabor Kft. Január 28-án péntek éjszaka e-mailben arról tájékoztatta az intézmény főorvosát és az önkormányzatot, hogy 2022. január 31-től a laboratórium bezár. Erről a döntésről a vizsgáló ajtaján kifüggesztett tájékoztatóban szembesültek múlt hétfőn a vérvételre beutalt betegek. Nagy Csaba polgármester elmondta, azonnali lépéseket tettek a helyzet megoldására. Válságstáb ült össze, ahol rögtön megkerestük az EGRI kórház főigazgatóját, valamint a labor vezetőjét, akik nagyon pozitívan álltak a problémánkhoz és segítettek, és kialakult ez a rendszer a múlt héten, hogy Füzesabonyból, illetve a környékről a betegek mehettek Egerbe, úgy, hogy a területi ellátási kötelezettség nem ott volt. Ez idő alatt kidolgoztuk azt, hogy itt Füzesabonyban meglegyen ez a háttér, amivel újra indíthatjuk a vérvételt. Itt felvettük az egyik volt kollégát, vagy felvesszük remélhetőleg. Ez mellett a meglévő szakemberállományból küldtünk el képzésre embereket, illetve megteremtettük azt a hátteret, a anyagokat beszereztük, illetve a szállítást megoldottuk, hogy újrainduljon a labor. Ez sikerült, ma újraindult a vérvétel. A vérvételi pont a szakrendelőben a szokott helyen működik, az analízis az EGRI Markóth Ferenc Kórház központi laboratóriumában történik. A betegek beutalóval munkanapokon 7.30 és 9.30 között jelentkezhetnek vérvételre a szokásos rendszerint. Előjegyzés ez idő szerint nem szükséges. A mintát az egészségügyi központ kiképzett dolgozói veszik le, elvégzik a szükséges adminisztrációt, és a mintákat előkészítik szállításra. A szállításra minden munkanapon 10 óra után a kórház szállítja el az EGRI laboratóriumába. Papír alapú leletkiadás alapesetben nem lesz, a leleteket elektronikus formában lehet elérni. Ezeket a beutaló orvosok megkapják e-mailben. A dokumentum megtekinthető a betegek számára is az EST internetes felületen. A házi orvosi körzetekben levett mintákat a kórház által biztosított kémcsövekben szintén a megszokott rendben tudják fogadni és továbbítani az EGRI laborba.